step for man, one giant leap for mankind. A Starship első április 20-ai próbarepülése után november 18-án végre nekiláttak a második integrált tesztrepülésnek. A több mint 1000 módosításon átesett megarakéta sokkal jobban teljesített, mint legutóbb. A start után a múltkori kísérlettel ellentétben mind a 33 hajtómű megfelelően működött, így jóval intenzívebben volt képes gyorsítani az első fokozat a második fokozatot. A Max-Q fázisát, amikor a legnagyobb aerodinamikai nyomás éri a szerkezetet, úgy lépte át, mintha mi se történt volna, majd elérkezett a szétválás szekvenciája. A hot staging, amit talán melegváltásnak lehet magyarra fordítani, olyan szétválást jelöl, amikor a gyorsulás egy pillanatra sem áll le. Ez azt jelenti, hogy az első fokozat 33 hajtóművéből 30-at leállított, hogy mérsékelje a gyorsulást, majd a második fokozat úgy indult be, hogy a szerkezet gyorsulása egy pillanatra sem állt le. A két fokozat a tervezett módon elvált egymástól, a második fokozat gyorsult tovább, az első fokozat pedig visszafordult, hogy precíziós landolást hajtson végre a tengeren. Itt jöttek az első problémák, a visszatérő egység egyes hajtóművei nem indultak be újra, vélhetően emiatt pedig nem megfelelő pályán haladt tovább. Ennek következménye, hogy az irányíthatatlanná vált első fokozatot azonnal meg kellett semmisíteni. A második fokozat még percekig gyorsult tovább, ám a kijelölt pálya elérésekor itt is valamilyen hiba csúszott a metódusba. Bár hivatalos információnk még nincsenek, de szinte biztos, hogy a második fokozat is letért a pályájáról, amiért azt is meg kellett semmisíteni. Mindkét fokozat megsemmisült volna akkor is, ha minden rendben zajlik, de a legfontosabb az volt, hogy teszteljék a rendszereket. Szinte biztos, hogy a befolyó adatokból újabb újításokat és fejlesztéseket fognak bevetni már a következő tesztrepülés alkalmával, reméljük arra már nem kell több mint fél évet várnunk. A Jupiter Io holdjáról régóta ismert, hogy a naprendszer vulkanikusan legaktívabb égiteste. A vörös foltjáról jól ismert gázóriás égi kísérője valamivel nagyobb, mint a mi holdunk. A szélsőséges vulkanikus tevékenységét a Jupiter óriási tömege által keltett árapályerők okozzák, melyek a hold kőzetét folyamatosan egymáshoz dörzsölik. Ez a torziós erő ahhoz hasonló, mint amikor egy gémkapcsot egymás után gyorsan ide-oda hajlítgatunk. Az ebből fakadó súrlódás miatt intenzív hő keletkezik, mely a legújabb megfigyelések szerint egy globális magma-óceán tart fent a holdkérge alatt. Bár eddig is ismert volt, hogy több mint 400 aktív vulkán található a felszínén, ezek elhelyezkedéséről eddig nem rendelkeztünk pontos térképpel. Az amerikai űrügynökség kutatói a Juno űrszonda adatait elemezték, ami az Io mellett elhaladva közeli infravörös felvételeket gyűjtött a felszínéről, ezáltal lehetővé téve, hogy képet alkossunk a hold vulkáni tevékenységének eloszlásáról. Az így készült térkép segítségével a kutatók megfigyelték, hogy az Io pólusain ugyan olyan sűrűn találhatóak vulkánok, mint más területeken, ugyanakkor ezek hőkibocsátása csupán fele akkora. Ez azt mutatja, hogy az égitest belsejében a hőeloszlás nem egyenletes, ám ennek oka egyelőre még ismeretlen. Az viszont kimutatható az adatokból, hogy az árapály erők jelentős része a felső kőzetrétegekben érvényesül, így létrehozva a már említett globális magmaóceánt. Az amerikai űrügynökség már évek óta kísérletezik egy merőben új megoldással, amivel a hagyományos rádióhullámos kommunikációnál legalább egy nagyságrenddel nagyobb sávszélesség lesz elérhető. Az eljárás hasonlít az üvegszálas technológiára, azzal a különbséggel, hogy itt nincs üvegszál. A jeleket az űreszközökre telepített infralézersugarak képében továbbítják a Föld felé, amit érzékeny teleszkópok detektálnak. Az eljárást már több alkalommal is használták Föld körüli pályán. Sőt, volt olyan, hogy egy hold körül keringő eszközzel kommunikáltak ezzel a módszerrel, ám most először a bolygóközi térben tesztelték az eljárást, amikor a Psyche űrszondára szerelt egységet aktiválták. Az űrszonda célja, hogy a Mars és a Jupiter pályája között keringő 16 Psyche aszteroidát vizsgálja, de erre még több évet kell várnunk.
Az egység jelenleg körülbelül 16 millió kilométerre van a Földtől, ami a Föld-Hold távolság 40-szerese. Ilyen messziről még sosem kommunikáltak a merőben új módszerrel. A lézeres impulzusokat a San Diego-ban található Palomar Observatórium teleszkópjaival fogták be, majd megkezdődhetett az adatok feldolgozása. Az elkövetkező hetekben a rendszer finom hangolása folytatódik, és ha működni fog a demonstráció, akkor a jövő űreszközei a hagyományos rádióhullámos kommunikáció helyett a legalább 10-szer, de akár 100-szor nagyobb sávszélességgel kecsegtető eljárást fogják alkalmazni. Az ultra nagy energiájú kozmikus sugarak szubatomi részecskékből, például protonokból és elektronokból állnak, és több mint 10 milliószor nagyobb energiát hordoznak, mint amennyit a világ legerősebb részecske gyorsítója képes előállítani a Földön. A kutatókat az 1962-es felfedezésük óta foglalkoztatja a kérdés, hogy honnan származnak és mi az a jelenség, amely ekkora energiával képes feltölteni ezeket a részecskéket. A Nemzetközi űrállomás fedélzetén 2015 óta üzemelő egyik műszert arra tervezték, hogy ilyen ultranagy energiájú kozmikus sugarakat detektáljon. Eddigi tudományos munkája során 7 millió alkalommal rögzített adatokat. Bár az eddigi elképzelések azt mutatták, hogy a nagy energiájú részecskék a galaxisunkon kívülről származnak, az új eredmények ennek épp az ellenkezőjét támasztják alá. A kutatók szerint lehetséges, hogy a kozmikus sugarak a körülöttünk elterülő 3000 fényéven belül szétszórt 12 darab szupernova maradványaiból származnak. Az egyik gyanúsított egy 900 fényévre található gyorsan forgó neutron csillag a vitorla csillagképben, amely 11000 évvel ezelőtt robbant fel. Akkoriban 250-szer fényesebben ragyogott az égen, mint a Vénusz, így nappal is látható volt. A csillagászok tovább folytatják a megfigyeléseket, terveik szerint egészen az évtized végéig, amíg az ISS üzemel. Az Egyesült Államok még 2022-ben tett javaslatot arra, hogy megtiltsák a Föld körül keringő műholdak szándékos elpusztítását, vagy az erre irányuló kísérleteket. Ugyanis a történelem során már több alkalommal is előfordult, hogy két műhold szándékosan vagy véletlenül, de összeütközött. Ilyen eset utoljára 2021-ben történt, amikor egy orosz támadásban szándékosan semmisítettek meg egy működésképtelen orosz műholdat egy teszt során. A robbanás következtében legalább 1800 azonosított törmelékdarabka szóródott szét, ami miatt még a nemzetközi űrállomásnak is kitérő manővert kellett végrehajtania, pedig mint 2000 óta folyamatosan, akkor is volt az ISS-en orosz személyzet. Az USA ajánlását eddig 37 ország írta alá, de nincs köztük Oroszország. Most pedig 26 olyan amerikai nagyvállalat írt alá közös megállapodást, amelyek tevékenységei kapcsolódnak az űrkutatáshoz. Véleményük szerint az ilyen pusztító kísérletek nem várt nehézségeket okozhatnak a rohamosan fejlődő űrkutatásban, és azt várják, a paktum aláírásával másokat is erre ösztönöznek majd. Négy rakéta indítás volt a héten, a korábban már taglalt Starship tesztrepülése volt az utolsó, de előtte még a múlt hét utolsó napján a SpaceX egyik Falcon 9 rakétája emelte magasba két második generációs távközlési műholdat. A kommunikációs eszközök elérték kijelölt pályájukat, az első fokozat 9. bevetését is sikeresen teljesítette. 16-án csütörtökön Kína következett, ezúttal egy hosszú menetelés 2C rakétával állítottak pályára egy óceán megfigyelő műholdat. Az eszköz képes az űrből felmérni az óceánok fitoplankton eloszlását, de a víz szennyezettségét is képes feltérképezni. Ezután ismét egy Falcon 9 rakéta emelkedett a magasba 18-án, amikor újabb 23 darab Starlink műhold ért el az alacsony föld körüli pályát. A rakéta első fokozata 11. küldetését teljesítette sikerrel. Szóval ezek voltak a hét legfontosabb eseményei. Ha tetszik a sorozat, nyomj egy lájkot, hogy jövő héten is elhozhassam nektek a legfontosabb űrhíreket. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz, és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért.